Jó estét kívánok! Aktuális című műsorunkat láthatják. A Magyar Közút ZRT-nél november 10-én megkezdődött a téli átállás az ország teljes területén, így Békés megyében is. Ilyenkor fagyás vagy hóesés esetén a lehető legrövidebb időn belül járhatóvá kell tenni a kezelőknek az utakat. A téli átállás témájában Virág Mihállyal, a Magyar Közút ZRT Békés megyei igazgatójával beszélgetünk ma esti adásunkban. Üdvözlöm stúdiónkban! Üdvözlöm én is, üdvözlöm a tévénézőket. Első kérdésem is az lenne, hogy elkezdődött ugye ez a téli átállás, de mit is jelent ez pontosan, mit lehet erről tudni? A téli átállás történetesen azt jelenti, hogy azokat az eszközeinket, amelyek valamilyen formában alkalmasak téli eszközök hordozására, úgy mint sószórókra, illetve hóekékre, ezeket az eszközöket, ezekre a gépjárművekre, eszközhordozókra felszereljük. Ezek egy folyamat eredményei, végeredményei, melyet mind a négy mérnökségünkön, Békéscsabán, Gyomendrődön, Orosházán és Sarkadon elvégzünk, minden mérnökségen az adott rendelkezésre álló géppark tekintetében. Nyilván az elosztás nem azonos, mert ugye Békéscsabán nagyobb forgalmú, magasabb rendű úthálózatból több van, Sarkadi mérnökség területén már kevesebb van, tehát ebből adódóan arányosan így oszlanak el a gépek, hogy melyik még mérnökségen körülbelül hát milyen nagyságú beavatkozásra lehet számítani. Ugye említette, hogy négy mérnökség van, viszont én kíváncsi lennék arra, hogy hány kilométernyi útszakasz biztonságos járhatóságáért felelősek itt Békés megyében. Békés megyében az országos közutaknak a hossza, ami a mi kezelésünkben van, az 1469 kilométer. Ez nagyjából úgy oszlik meg a négy mérnökség között, hogy Békéscsabán, Gyomendrődön és Sarkadon 380 kilométer körüli nagyságrendű van, Sarkadon pedig 318 kilométer nagyságrendű úthálózat van. Ezt az úthálózatot szintén ennek az előkészítési folyamatnak a részeként úgynevezett szolgáltatási osztályokba soroljuk, ami a forgalmatságtól függően különböző lehet. Ezeket úgynevezett első, második, harmadik, negyedik és egészen ötödik szolgáltatási osztályba sorolás lehetséges, amelyek a forgalomnagyság határozza meg ezeket. Vannak mondjuk olyan utak, amik helyzetükből adódóan, tehát ott nem csak a forgalomnagyság az érdekes, ilyenek a főutak. Az elsőrendű főutakat automatikusan kettes szolgáltatási osztályba kell sorolni, a másodrendű főutakat, mint ahogy Békés megyében ez a 47-es, 46-os út, meg még egy pár háromszámjegyű út is, tehát ezek a hármas szolgáltatási osztályba tartoznak, és a többi jó részt, és hát a megyének a 1469 kilométernek a jelentős része, kb. 900 kilométer, ami a negyedik és az ötödik kategóriába tartozik. Ezek a kategóriák, osztálybesorolások meghatározzák az adott helyen nyújtandó szolgáltatásnak a mennyiségét, a szintidejét, a gyakoriságát, meg minden egyebet. De úgy, ez most elsősorban a térről beszélünk, de ugyanez van a nyári időszakban és a nyári munkák tekintetében. Igen, erre is lettem volna kíváncsi, hogy vannak-e kifejezetten olyan útszakaszok a megyében, amelyre ilyenkor mondjuk a téli időszakban kiemelt figyelmet kell fordítani. Ez gondolom így a besorolástól is függ. Igen, a besorolás határozza meg. Tehát ahogy említettem, tehát ezek határozzák meg a szintidőt. A szintidő az azt jelenti, hogy az észlelés, az adott időjárási körülmény, adott esetben síkosságmentes, síkosság, vagy pedig hóesés, tehát attól függően, tehát az észleléstől számított időn belül kell az adott szolgáltatási osztályba besorolt utakon a védekezést elkezdeni. Ez az elsőrendű főutak esetében általában 1-2 óra, a másodrendű főutak tekintetében ilyen 2-3 óra, és a többi utak tekintetében pedig olyan 4-6 óra. És ugyanúgy ez a szabályzat, ez meghatározza a védekezési munkáknak a befejezési határi idejét is, tehát hogy lehetőség szerint mi az a még elviselhető időpont, amikor ezeket a védekezési, elhárítási munkákat el tudjuk végezni. Síkosságmentesítés tekintetében, illetve hóeltakarítás tekintetében is.
Milyen gépekkel végzik el ezeket a szükséges beavatkozásokat? Ezek a gépek ugye úgynevezett eszközhordozók, tehát alapgépek, nyári időszakban tehergépkocsik. Hál' Istennek az utóbbi években azért folyamatos fejlesztés mellett, illetve cserék mellett, mert a darabszám azért annyira nem változott, tehát inkább minőségi cseréket hajtottunk végre, és folyamatosan a valamikori korszerűnek számított Skoda Liaz tehergépkocsik folyamatosan lecserélésre kerültek, Renault, illetve hát elsősorban az utóbbi években pedig Mercedes típusú gépkocsikra, és hát ezekre itten a felkészítés, illetve hát az átállás idején ezekre kerül a sószóró, illetve hát egy megfelelő ilyen felfogó szerkezeten keresztül pedig a hóekék. Hány géppel fogják ellátni ezeket a feladatokat? Különböző kategóriák vannak, mert több cserélhető adapter van, és hát ilyen szempontból elég nehéz is összeszámolni, hogy adott helyzetben mikor mennyi van. 21 darab ilyen nagy teljesítményű teherautónk van, és amellett még vannak a Mercedes Unimog eszközhordozók, ami így összesen, tehát egy időben sószórásra alkalmas adapter 25 darab működhet a megyében, megyeszerte. Ez a síkosság mentesítésre vonatkozik. Hóeltakarításnál pedig hát ugyanezek, tehát amikor mondjuk olyan jellegű hóesés van, hogy elegendőek ilyen mennyiségű, meg ilyen minőségű, meg ilyen teljesítményű hóekék, mint amit alaphelyzetben ezeken a gépeken is vannak, akkor ezek, tehát ez a 25 darab, amikor viszont olyan időjárási körülmények vannak, hogy intenzívebb havadás van, és ne adja Isten még szél is nehezíti ezeket a munkákat, akkor életbe lép az úgynevezett elhárítási fokozat, ami alapján ugye megváltozik, mert alaphelyzetben egy hármas váltás, gépkocsi vezetői váltásban működnek ezek, ugye, hogy folyamatos ezt a készenlétet biztosítani tudjuk. Amikor viszont ilyen rendkívüli időjárás esetén, amennyiben ilyen előfordul, akkor viszont 12 órás váltásban, és összességében, tehát olyan 40-45 darab az a gép, amelyik ekkor már, mint hóeltakarítási munkát is tud végezni. Akkor, ha jól értem, ezeken a nagyobb hófúvások esetén, akkor 12 óránként fordulnak az autók. Igen, vált a személyzet. Értem. Arra lennék még kíváncsi, hogy ezek a járművek alkalmasak-e a nedvesített sószórásra? Tulajdonképpen az adapterek, igen, tehát az adapterek, igen, gyakorlatilag egy 80-90%-uk alkalmas a nedvesített sószórásra. Ugye a nedvesített sószórásnak az a lényege, hogy kipermetel, tehát a szóráskor egy ilyen folyadékot permetezünk a kiszórandó sóra, ezáltal a nedvesítés hatására nagyobb a tapadó képessége, és úgy a járműforgalom, vagy adott esetben éppen a szél, tehát kevésbé hordja le a burkolatról. Tehát ezért célszerű, tehát hatékonyabb egy nedvesített sószórással való védekezés. Mennyi sókészlet szükséges egy ilyen téli időszakra, ha számszerűsíteni kellene? Hát ezt nagyon nehéz meghatározni, hogy mennyi. Tehát sok éves tapasztalat, és hát ezek nagyon változóak. Tehát van év, amikor 1500-1800 tonna körüli só felhasználás történik, valamikor meg több mint 3000 tonna is. Általában, tehát a sótároló kapacitásunk az olyan közel 5000 tonna nagyságrendű, és hát ezeknek a feltöltése folyamatban van, illetve hát egész tél során folyamatosan feltöltődök is a szállító, tehát leszerződött mennyiség folyamatos szállítása kapcsán. Melyek azok az időjárási viszonylatok, amelyek a legnehezebb az önök számára, és amelyek a legnagyobb gondot okozzák és problémát? Hát nyilvánvalóan a legnagyobb problémát, hogy a hófúvás, az intenzív havazás és az erős szél okozza. Habár ugye ez nem csak, tehát ez így, ahogy így elmondtam, ez így aztán abszolút, de nem is gondolná el az ember, hogy adott helyzetben, hogyha nincs is egy olyan jelentős hómennyiség, de olyan
száraz, olyan hideg időjárás van, hogy a hó az könnyen tehát felkapható, tehát viszonylag könnyű, mert hideg az időjárás, akkor egy egészen minimális hómennyiségben is egy erős szél, az bizony tud hófúvásokat okozni ekkor is. Tehát mindenféleképpen a szél az a legnagyobb, az okozza a legnagyobb problémát. Ilyen esetben ugye az a rend, mert ugye minden, ahogy említettem, hogy milyen besorolás szerint vannak a járművek beosztva, illetve az utak beosztva, ezekre körönként, mérnökségenként egy meghatározott körök vannak. Nagyon-nagyon lényeges tudni ezt a közlekedőnek, hogy egy-egy mérnökségről 7, 5, illetve 4 kör van, tehát az a 4 járműnek meghatározott útvonala van. És hogy visszatérve a szintidőkre, hogy miért is vannak szintidők. Ugye természetesen minden közlekedő elvárná azt, hogy amikor ő elindul az autóval, hogy ottan tiszta legyen a felülete ő előtte, de nagyon könnyű belátni azt, hogy az észleléstől, amikor elindul az észlelés, hogy észleljük a sikosságot vagy a havazást, akkor egy telephelyről indulnak el a járművek. Ezek a járművek egy 25-35 kilométeres köröket kell, hogy bejárjanak. Ehhez idő kell, hogy a legtávolabbi pontra is odaérjenek. Addig bizony a sikosság fennáll, addig bizony a hó az esik, és hát természetesen előfordul, hogy az első percekben is valaki megcsúszik, amikor még nem ér oda, mert fizikai lehetetlenség, hogy odaérjenek a szórókocsik vagy a hóékék ebben az esetben. Úgyhogy tehát ez mindenféleképpen tudatosítani kell a közlekedőkben, hogy bizony ezt másképp megoldani nem lehet. Természetesen azon igyekszünk, tehát folyamatos figyelő szolgálat, mindenféle tehát időjárási megfigyelő vagy előjelző radarkép meg minden rendelkezésünk rá. Annak ellenére, tehát ez, hogy időben egy bizonyos távolságra oda kell érni, ez mindenféleképpen ad egy olyan átmeneti időszakot, amikor még nem történik meg a sikosságmentesítés vagy éppen a hóeltakarítás. Ugye ön is említette, hogy 24 órás ügyelet működik ebbe a kiemelt időszakba, de mit lehet erről tudni, hogy hogyan oldják meg ezt az ügyeletet? Igen, hát ugye saját eszköz és saját személyzet elsősorban, de ezek mondjuk nem elegendők. Mivel ugye nyári időszakban tehát ilyen váltások nem szükségesek, tehát nincs annyi emberünk, hogy ezeket a váltásokat télen ki tudjuk adni. Valahol van, valahol nincsen. Ahol nincsen, ezt térre határozott idejű szerződéssel felvett gépkocsivezetőkkel oldjuk meg, tehát ezekkel kiegészítve tudjuk, ahol szükséges. Van olyan mérnökségünk, ahol ezt ki tudjuk adni, ahol nyilván kevesebb jármű van, mert kevesebb az úthoz, de mondjuk Békéscsabai mérnökségen mindenféleképpen kell felvennünk, és föl is vannak véve már, tehát téli időszakra gépjármű vezetőket, akik ezeket a váltásokat ki tudják adni. Végezetül pedig arra lennék kíváncsi, hogy pontosan meddig tart ez a téli átállás időszaka, mikor fejeződik be? Már úgy értem, hogy mikor fejeződik be teljesen. Igen. Tehát ugye november 10-ével kezdődik, és általában mondjuk ez a március 15-e az az időpont, ami hát egy ilyen bevett dolog. Persze ez nem egy kőbe vésett dolog, ez nagyon sokban befolyásolja az akkori időjárási körülmény. Előfordult már az is, hogy március 15-e előtt lefújtuk ezt a szolgálatot, és előfordult olyan is, hogy még áprilisban is még ügyeletet adtunk, és még tartott a szolgálat. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!